Sziasztok! Hellótok! Mi újság? Kinek hogy telik a napja? Sziasztok! Sziasztok! Szia, Niki! Sziasztok mindenkinek! Nekem most egy kicsit fáj a fejem. Mit teszek máma? A tegnapi levest. Tegnapi levest csinálom. Esik az eső. Itt nem esik még. Kicsit ború, szerintem azt izé. Érzem amúgy. Na mindegy, a lényeg, a tegnapi leves lesz az ebéd, és az mellé csinálok almás pitét. Mutatom is a hozzávalókat. Itt van a hozzávaló. Itt van minden. Ezt már kivajasztom a tepsit. Ugye megy majd bele a liszt, minden. Mutatja. Mint egy almás pite lesz. Tehát neki is állok a tésztának. Közben ide önt a tisztet a tepsibe. Mert ugye ki kell liszteznem az alját. Én maradok így a hagyományos izénál, hogy belisztezem inkább a tepsit. Az a biztos. Ezek a sütőpapírok, ezek úgy szarok, hogy vannak. Na, szóval. Kell a szita. És szépen leszitálom a lisztet. Én szemre szoktam csinálni az almás pitét, úgyhogy én nem méregetek itt semmit. Én csak fogom azt. Szemre csinálok mindent. Ugye én már hozzá vagyok szokva, hogy nem méregetek itt. Egy kicsit lassú folyamat lesz, mert egyedül csinálom, úgyhogy így szemre. Almás pite. Tegnap mondtam, hogy almás pitét fogok csinálni. Hát ez körülbelül egy ilyen 70 deka liszt körülbelül. Amikor ebben meg vagyok, akkor szépen berakom a... Én kettő sütőport rakok bele, nem egyet, kettőt. Kettő sütőpor. Jó nagy ízék legyenek. Almás piték. Rakok bele kettő vaníliás cukrot. Sziasztok! Ezt szoktam a tésztába is rakni. Megy bele egy kicsi só. Hát egy ilyen, ennyi. Mehet egy pici cukor bele. Az előbb itt volt a kezemben. Ja, itt van.
És ezt szépen így összekeverem. Sziasztok, sziasztok! Összekeverem a száraz alapanyagot elsőnek, és utána mutatom a többit, hogy szoktam. Na, megy bele majd zsír, de elsősorban egy kocka vaj. Kocka vaj belemegy. Szépen el fogom morzsolni. Rakok bele egy kicsi zsírt is. Így egy. Egy ennyit. És ezt szépen most összefogom így. Gyors mozdulattal morzsolni. És akkor utána jöhet bele a többi alapanyag. Köszönöm szépen! Gyors mozdulatokkal. Jó kis almás pite lesz. Timi, ez benn van. Eszik. Most jöttünk haza, voltunk a Lidl-be is. Vettem ilyen almát, most le volt árazva, 50% ilyen akció. Amikor szétmorzsoltuk benne a vajat, meg a zsírt. Mondjátok, ennek ilyennek kell lenni. Akkor szépen jöhet bele kettő darab tojás sárgája. Egy. De azt lehet belerakok három tojás sárgáját. Biztosra megyek. Kettő. Három. Benne van a három tojás sárgája. Kicsit megmosom a kezemet, pillanat. Kérlek szépen, izé lesz, almás pite. Rakok bele tejfölt is. Szépen ezt most elkezdem így összegyúrni. Ez lesz az almás pitének a tésztája. Te is zöld almából szoktad? Ja, hát most le volt árazva
A Lidl-be 60-50%. Szépen összegyúrjuk. És akkor ameddig majd reszelem az almát, addig szépen berakom a hűtőbe, lefóliázva. Kicsit itt elpakolok. Ne legyen itt útba semmi. Mert ezt szépen ide kiszórom. És itt folytatom tovább a gyúrást a munkaasztalon. A munkaasztalon fogom gyúrni. Itt könnyebben össze lehet gyúrni, mint a izéba, a tálba. Én ezért szeretem ezt a munkaasztalt. Igazából itt minden útban van. Én nekem nincsen gyúró deszkám, akarok majd venni, de gyerekek, olyan drága, hogy 10 000 forint. Egy gyúró deszka a vásárba kint. Nagyon drága. Sziasztok! Igen, almás pite lesz. Fölvesszük itt a dolgokat. Szépen így. Almás pite. Ezt most szépen ketté vágom. Látjátok, milyen szép lett a... Kicsit ezt még így átgyúrom. Előveszem a... fóliát. Innen. Nosza. És ezt szépen be fogom rakni a hűtőbe. Na, nehogy most basszál ki velem, bassz meg! Persze, már már. A vége van, ha? Ez már nem lesz jó, gyerekek. Látjátok, ez már kupa. És nincs is, bazd meg. Most miben rakjam bele? Rakjam bele alufóliába. Akkor berakom alufóliába. Pedig berakom a hűtővel. Jó lett volna izé, csak az a baj, hogy
Alufóliában nem jó? Ha ugyanaz, nem? Almás pite. Csak elfogyott az átlátszó full pack. Szépen berakom a hűtőbe. Itt elpakolok addig, ami már nem kell, a liszt az majd meg kell. De nem kell, cukor nem kell már. Tojás se kell már. Só se. Zsír se. Ezt ide rakom. Vaníliás cukor kell, az kell. Jó, ha letörlöm ezt a terciát. Ez kinek hogy telik a napja? Letöröltem itt a dolgokat, ugye ez be van lisztezve. Na most jön a, amit nem szeretek, az alma pucolás. Semmi különös, csinálok egy kis almás pitét. Helyett, hogy kihozom a széket. Megölöttül a hátam. Az a baj, megölöttül a hátam, gyerekek. Most erre fordítom. Na itt is vagyok. Közben figyellek titeket. Sziasztok.
almás pitét csinálok. Tegnapról maradt még ugye leves. Az lesz. Ugye mondtam tegnap, hogy csinálok almás pitét. Vettem majdnem 3 kiló almát, ez most mindent bele is rakom. Helye, 3 kilót vettem. Ez mind a 3 kiló belemegy. De amúgy nem sokám amúgy, ha úgy nézzük, 3 kiló alma. Nekem feleségem van, nem barátnám. Gyerekkoromban volt barátnám. Feleségem van. Barátnőd. 14 éve feleségem van, barátnőm. Ja, ne is mondom, de... Ne foglalkozzatok vele, hogy a Loka Panther hol van. Abban foglalkozzatok, hogy nézzétek. Ezt azoknak mutatom, akik esetleg nem tudnak sütni, főzni. Hogy hogy kell megcsinálni a süteményt. Mert nagyon sokan még almás pitét se tudtok csinálni, nem volt süteményt. Tisztelet a kivétel. Ezzel azt hozzáteszem. Nem tudom. Skinny, mi az ebéd? Mit főztetek? Írjátok meg. Kicsit fáj a fejem. Erre az időre. Vagy már lehet azért fáj, mert ma még nem ettem semmit. Almás pitét csinálok. Ja, hát nekünk is maradt leves, a tegnapi favágó leves. De ugye tegnap mondtam is, hogy maradni fog leves. Úgyhogy csak almás pitét csinálok mellé. Most le volt akciózva fél ára a Lidl-be, be is van címkézve, hogy 50%. Miért nem ettél? Nem ettem ma még. Miért szerinted eszek? Nem látod, hogy almát pucolok? Te is almás pitét csináltál? Na, az jó. Ugye én már tésztát megcsináltam, ugye be is raktam addig a hűtőbe, ameddig csinálom az almát.
elfogyott a full pakom, azt izébe raktam bele, alufóliába. Most jön a másik, itt van. Lesz alma, gyerekek, mint az állat. 3 kiló alma belemegy. Mert ugye ilyen nagy tepsivel csinálok, ugye nem ez a kicsi, hanem az a nagy. Különböző szobában van, nézi a tévét, meg eszik. Csinált magának gyorsan meleg szendvicset. Nemrég értünk haza, azt ugye. Ja. Kettőre itt vagy? Na. Hozzá valami ajándékot is akkor. Hozzá apának valami zét. Boss. Valami ajándékot. Azért ne felejtsé már. Hát te mit csináljuk a poszterra? Hát azt hittem valamit hozom, valami... Valami jó kis parfümöt hozó nekem. Most hozó izét. Valamit. Én ilyen ajándékra gondoltam, nem poszterre. Az öt bableves főztem fasírtal. Főzeléket, az is finom. Sok, sőt, viszek neked egy konyhai kiegészítőt. Na, az jó lenne. Megköszönném. Hozzá valami jó izét. Valami jó sévkés nekem. Nem drága, ilyen 40-50 ezertől kezdődik csak. Egy jó kés. Jó kés hozzá nekem a... Sívuk. Celeb vagy? Én nem vagyok celeb. A celebek azok olyanok, mint a boss. Ő már celeb. A Juan Boss. Ő a legnagyobb celeb, gyerekek. Kövessétek be. Így van, féltestvérek vagyunk a Hugo Bossa. Hugo Bossa? A Bosszal. Amúgy elmondom nektek, hogy első unok a testvérem. Hát, hogy kövessétek be. Almás pitét csinálok. Gyerekek, majd 3 kiló alma. Te nem Maglódon dolgozol? Maglódon? Hát sem tudom, hol van Maglód. Nincs a mások hátra, még ennyi van. Még ennyi. Vagy hogy érted, hogy sok van, hogy izé. Az életemből sok van el még hátra? Abból nagyon sok, gyerekek. Az a baj, hogy nem akartam nektek mondani, de én örök életű vagyok, úgyhogy...
Ja. Na, ha kell valakinek ez a tudás, akkor szívesen átadom. Ha most vagyok már 1500 éves. Igen, almás pita lesz. Almás pita. Csak még elsőnek megpucolom az almákat. 3 kiló alma. Usher. Nem tudom, ki voltál te csaj. Inkább arra legyél büszke, hogy egy ízét nem tudsz megcsinálni, hogy tojásrántottát, bazd meg. Anyádék tartsák el a picsádat. Te nem van foglalkozzá, hogy én mikófingok, vagy micsoda. Nem van foglalkozzá, bazd meg, hogy izé. Ja, kitiltottad? Na amúgy igen, amúgy amikor beléptek, ki van írva, hogy almás pite készül. Amúgy lehet, azt nem figyelik, az a baj. Olyan jó lesz ez az almás pite, gyerekek. Rendes élvezet lesz beleharapni. A leves után. Elmehetnék alma picilónak. Na, még kettő van. Ezt utána jön a reszelés. Megyek enni én is. Gyere nyugodtan. Nem sajnálom senkit. Ha van, akkor adok bárkinek. Na, ja, még van még egy, azt a mindenit. Itt előbukkannak itt az almák a hálóból. Mondom, már korog a gyomrom, éhes vagyok már én is. Izét akartam enni, Skálánál jó kis sajtos tejfölös lángost, kettő darabot, mert csak rittig nem mentünk el arra. Nekem fiam van. Ja. Kicsit most be vagyok lassúval, mert fáradt vagyok. Fáradt vagyok, meg fáj a fejem is. Na és akkor most jön, ami még nem. Ja. Most jön, ami még nem. Reszelés. Thank you.
Csuma. Csuma. Óvatosan csinál, már lereszeli a bőrt. Azért lesz alma, gyerekek, 3 kiló alma. Hát most eszünk, vagy nem eszünk, nem? Sziasztok! Figyelek közben, csak próbálom gyorsan csinálni, hogy nem akarok én itt sokáig izélni. Rendes izét rakok ide. Stolcban van rakva izé. Tanítsad meg! Férfiakat meg kell tanítani. Főzni, sütni. Ne csak a nők süssenek, főzzenek, férfiak is.
Már mutyorog a has. Na még három darab van. Itt az utolsó. Ez szalma, gyerekek. Ez számalma. Itt van, nézzétek meg, itt van a csuma végig, nézzétek. Milyen sorba raktam a csumákat. Itt vannak a csumáka. Na, és akkor most szépen jön a... Hogy adtam a cukrot? Jöjjön bele kristálycukor. Jöhet bele vaníliás cukor, szoktam az almába is rakni. Egy ilyen 3-4 csomaggal bele mehet nyugodtan. Nem kell itt sajnálni semmit, gyerekek. Akkor mehet bele a fahé. Hú, a fahéjat nehogy beszívjátok, mert nagyon rossz. És akkor azt most szépen össze kell keverni. Almás pite. Én most nem fogom megfőzni. Ez így fog maradni. Valaki ugye elő szokta főzni. Vagyis vizé megfőzi, én nem főzöm meg. Akkor elveszíti a... azt a finomságot. Ja, meg is kóstolom. Inkább édes legyen, mint ízetlen.
Na lehetném meg egy kis fahéjat. Mi szeretjük fahéjasabban. Én meg szórok kis fahéjattal. Szeretjük, amikor fahéjas az almás pite. Szívből, szeretetből készül, azért lesz finom. Na, megmosom a kezemet. Hú, ez így elég undia hangja, de biztos finom lesz. Undia hangja. Örülnéd, ha ebből lehetne. Nem rosszul. Na, kedvel megvagyunk. A szépen jöhet a gyúrás. Arrébb baszom. Jöhet az első tészta. Gyúresz. Kicsit meglisztezzük. Szépen. Elfogyott a full pakkom, úgyhogy alufóliába kellett beleraknom a tésztát, de nem számít. Belisztezem a ízét. Szépen elkezdjük gyúrni. Összenyomkodom itt, ne szakadjon ki. Jó legyen. Na. És de arrébb pakolok így gyerekek, már minden útba van. És nem akarom, hogy itt
Lehet elrontottam, lehet kevés lisztet raktam alá, a gyerekek. Aha. Akkor ezt újból, gyerekek. Elnézést. Látjátok? Ide tapott, nem raktam annyi lisztet alá. Annyi jó lesz. Már biztos jó lesz. Most lesz a jó gyerek. Most lesz a jó. Jaja, látjátok? Most lesz a jó. Most lesz a tökéletes. Látjátok? Ez volt itt a baj. Ez volt itt a baj. Széleit levágom, szép legyen, ahova meg kell. Oda tapasztunk, befoltozzuk. Mutatom nektek, jó? Jó, még itt is le kell vágni. Zsemle morzsa. Jöhet rá, zsemle morzsa. Ugye a zsemle morzsa az azért, hogy felszívja a... itt a cuccléket. Én csak egyet nyomok rajta, gyerekek. Egyet. Kicsit begörcsült a hátam, gyerekek. Nem szeretek sokat állni.
meg is van, megmosom a kezem. Szépen most eligazítom. Spatulával. Nézzétek meg, milyen szép lett. És akkor erre mehet rá a tészta a tetejére. Köszönöm szépen! Na, úgyhogy ilyen lett. Nézzétek meg, olyan szép. Szépen le van simítva. Félre rakom. Belisztezem, hogy még az se legyen, hogy letapad. Szép egyenletes legyen. Szépen főtekerjük. Így. Kicsit megigazítjuk. Majd kipótoljuk. Mindjárt mutatom nektek. A fölösleget levágjuk innét. Na 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 na
Na, kész is van. Szépen ezt most megbökölöm villával. Szépen. Kéne nekem egy tojás. Egy tojás sárgája. Kéne egy kis pohár. Egy tojás sárgája. Egy pici tej bele. Szépen lekenegetem a tetejét, mindenhol. Na, úgyhogy kész is vagyok, ez mehet be a sütőbe, és akkor majd jövök vissza, ha kész leszek vele, meg amikor jövök kajálni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy addig is itt voltatok, sziasztok!